Sziasztok, Norbert vagyok, és üdvözöllek benneteket a csatornámon. Hát elég sokáig gondolkodtam azon, hogy megcsináljam ezt a videót, de ha már ilyen szépen összegyűjtöttem a szerzeményeimet, melyeket az elmúlt 6-7 hónap során szereztem be, úgy döntöttem, hogy megcsinálom. Úgyhogy ebben a videóban az áprilisi, májusi, júniusi, júliusi, augusztusi, szeptemberi és októberi szerzeményeimet fogom bemutatni nektek. Valószínűleg ez egy jó hosszú videó lesz, úgyhogy popcorn, kóla, és akkor kezdődhet is a dolog. Na, és itt is vagyok már az augusztusi szerzeményeknél. Hát augusztusban nem sok mindent vettem, magyar kiadvány, azt hiszem csak egy jött augusztusban, de azért érkezett egy hiánypótlás, és vásároltam innen, onnan. Kiadványokat Olaszországból, Fnacról, befutott Filmaréna, befutott egy kínai, jobban mondva kettő kínai csomag, úgyhogy ez a rövid összefoglalás. És akkor kezdeném rögtön egy hiánypótlással, ez egy steelbook, ez a Pain and Gain, Mark Wahlberg és Dwayne Johnson főszereplésével készült, és ha jól tudom, akkor ez egy kínai vagy koreai kiadás, és bizony ott van a magyar szinkron a lemezen. Ezt egy osztrák fickótól sikerült bezsákolnom valami röhelyes összegért, talán ilyen 20 euró volt, ami szerintem elég baráti összegérte. Egyébként már rájöttem, hogy lehet olcsó kiadványokat venni. Például a németeknél azok az olcsó kiadványok, melyeken, vagy olcsóbbak, melyeken nincs német szinkron. És természetesen hát ezen nincs német szinkron, úgyhogy ezért szinte itthon eladhatatlan, ezért csak olcsóbban tudja eladni, steelbook ide, steelbook oda. Volt ebből német kiadású steelbook is, de hát az jóval drágább. Na mindegy, szóval ez volt a Pain and Gain, és akkor jön az egyedüli magyar szerzemény, ez az Emma, ami azt hiszem, hogy pont akkor tájt jelenhetett meg, talán ez a Filmosztrádától jött ki, beszerettem volna szerezni, még nem láttam, de majd hamarosan meg fogom nézni. Na és akkor most jöjjenek a külföldi szerzemények. Hát először is szereztem egy steelbookot Németországból, a német Saturntól, és ez a Punisher, már nem is tudom pontosan mi ennek a magyar címe, háborús övezet, azt hiszem megtorló háborús övezet, vagy valami ilyesmi a magyar címe, ez egy német kiadású steelbook, elvileg Ausztriában is kellett volna lennie, de szerintem a Covid miatti hát lezárások, meg a visszafogások miatt aztán nem lett, és köszönöm Tinek, aki segített ebben, és ő volt az, aki aztán átküldte nekem a Steelt ide Ausztriába, mert hát az bárhol is vásárolok, akár az eBay-en, akár a sima Saturn.de oldalon, a Saturn csak Németországba szállít, úgyhogy valakinek át kellett küldeni ezt nekem. Na, és akkor jöjjön itt pár olasz szerzemény, 7 steelbook és egy műanyagtokos, mindjárt mutatom is, hogy miről van szó. Az ibs.it oldalról rendeltem őket. A műanyagtokost az azért onnan, mert az Amazonról már elfogyott, onnan már elkapkodták. Egyébként ez a Home Alone. Mi a magyar címe? Hát most ez így eszembe juthatna, mindegy, nem jut eszembe, tudjátok, hogy miről van szó. Reszkessetek, betörők! Reszkessetek, betörők! 25. évfordulós felújított változata. Meg is mutatom ide a felső kamerába, hát ugye olaszul van rajta minden. És csak az olasz és angol hangsávok vannak feltüntetve, de van rajta magyar szinkron és felújított képet tartalmaz. Azt tudom, hogy az első kiadás, ami Magyarországon is megjelent, annak a képe elég ramacs, annak ellenére, hogy Blu-ray-ről van szó, úgyhogy ennek örülök, és ez majd egy steelbookba fog kerülni. És akkor itt van 7 darab steelbook, és hát 8, de ez a 8. ez nem ide tartozik, úgyhogy majd erről egy picit később. 7 darab steelbook van itt, ezek a Halálos Iramban sorozat, második kiadású sorozat steelbookjai, és ugyanezek már megvannak a facban, ami valahol
jobban mondva, a Many Xboxban, ami valahol ott van fönt, azt nem is látjátok szerintem itt, de, de az már megvan, de szerettem volna egy különálló Steelbook sorozatot is, már csak azért is, mert ezekből könnyebb elővenni a lemezt, mint mondjuk a Many Xboxból, és félre volt téve, legalábbis a kosárba benne volt az Amazonnál nekem, mint a hét, de valahogy nem nagyon izgattam magam emiatt, nem is nagyon ellenőriztem, hogy mi a helyzet velük, még végül is aztán azt hiszem kettő maradt, mert a többi elfogyott, és hát akkor kezdtem el keresgélni az IBS-en, hát az IBS-ről már tudtam, onnan már rendeltem, és ha hiszitek, ha nem, pont akkor, amikor meg akartam rendelni ezek a steelbookok, akkor azt hiszem, hogyha hármat rendeltél belőlük, minimum hármat, 3,88 euróba kerültek. Most ki tudja mindenki számítani, hogy ez mennyi forintban. A postaköltség az, ami igazán megdobta ezt az egészet, mert azt hiszem majdnem 20 eurót fizettem erre az egészre postára, de még úgy is megérte, ha elosszuk azzal, hogy mennyi kiadvány volt benne, az azt hiszem, hogy hát 8-9 kiadványt rendeltem onnan, mert volt még egy, ami, ami nem az enyém, úgyhogy ha 20 eurót elosztunk 9-el, akkor igen. Szóval megérte. Na és akkor, hogy miről is van szó, akkor ez a Halálos Iramban, ez az újfajta Steelbook sorozat, ami egyébként Magyarországon is megjelent, de hát én akkor ugye egyéb prioritások miatt ezt kiadtam, meg úgy gondoltam, hát ez úgyis lesz majd évekig, majd akkor lecsapok rá. Aztán most meg, hogy beszereztem, ezt most meg már problémás a magyar vonatkozású lemezek beszerzése is. Oké, a cseheknél van pár rész magyar vonatkozással, de nem kapható. Azt hiszem a hatodikon nincs magyar vonatkozás. Szóval akkor megyünk is tovább, itt a harmadik rész. Majd jön a négyes. Szerintem ezeket nem nagyon kell bemutatnom, mert hát ugye Magyarországon is kaphatók voltak. Szerintem magyarok közül is sokan megvették. Azért is halogattam a magyar kiadványok beszerzését, mert hát 6000 forintért vesztegették őket, és nekem már megvoltak a műanyag tokosak, és annyit nem értek. És itt van a hetedik rész is, és ugye megvan a nyolcadik rész is, amit már mutattam, azt hiszem az előző havi vagy két hónappal ezelőtti szerzeményeim bemutatásánál, úgyhogy az Express-től megvettem a nyolcadik részt, az is egyébként elég jó áron volt, úgyhogy megvan most már teljes sorozat, és ebbe még majd fog kellenem szerezni magyar vonatkozású lemezeket, már valamit megrendeltem a csehektől, valamit már a magyaroktól, mert mostanában volt valami akció, úgyhogy annak keretén belül, de azt hiszem, hogy ez pont nem volt akciós. Mindegy, szóval az a lényeg, hogy megrendeltem. Na, és akkor jön itt kettő FNAC szerzemény, hát a FNAC-ra eléggé ráálltam már csak azért is, mert jól csomagolnak, és nem kell nagyon attól tartanom, hogy a steelbookok sérülten érkeznek, persze azért előfordulhat, de szerencsém volt eddig, még egy steelbookom se sérült. És akkor nézzük is meg, az első steelbook a Csillagok között, azt hiszem ez a magyar címe, ez a steelbook kapható volt Magyarországon, ráadásul fillérekért szórták ki, azt hiszem 2000 forint volt, hát én azt akkor kiadtam, mert mondom minek, mert megvettem már belőle a Film Arena steelbookot, és amikor újra megnéztem a filmet, mondom, hát ez van ennyire jó film, hogy ez megérdemli azt, hogy meglegyen belőle a másik steelbook is, és hát beszereztem ezt, hát most ez 20 euró volt, plusz még a magyar vonatkozású lemez, úgyhogy többszöröse a magyar kiadásnak, itt a következő a FNAC-tól, szintén már megjelent korábban valahol, de azt én kiadtam, de megvan belőle a másik dizájnú is. Ez a Sötét Lovag Felemelkedés steelbookja. És hát a Sötét Lovag trilógiát imádom, úgyhogy úgy döntöttem, hogyha már megvan a harmadik részből a mindkét steelbook, akkor meg fogom venni az elsőből is, illetve hát a második részből is mindkét steelbookot, hogy kétszer különböző dizájnnal meglegyen a sorozat. Legalábbis most ezek rajta vannak a wanted listámon, aztán majd meglátjuk, hogy mikor lesz belőlük valami. Na, és akkor itt jön kettő Amazon, az első közülük a Top Gun, nem tudom, azt hiszem 30. évfordulós felújított változata? Hát úgy kb.
annyi, és annyit kell tudni róla, hogy ez bizony tartalmaz magyar szinkront és feliratot is. Sajnos a 4K-ra nem került fel magyar vonatkozás, de a sima Blu-ray-re igen, én ezt megvettem, de valószínűleg el fogom adni, mert hamarosan jön ki belőle a Steelbook, és szeretnék belőle egy Steelbookot is. Már van Steelbook belőle, de az újfajta kell. És a következő kiadvány, ami az Amazontól, a német Amazontól érkezett, ez a Gentleman, azaz a Úri emberek, a sima Blu-ray Steelbookja. Hát ez nem jelent meg Magyarországon, nem is létezik hozzá magyar vonatkozást tartalmazó se Blu-ray, se DVD. Már lassan kezdek hozzászokni, és igazából most már csak azt kell nyilvántartani, hogy mi az, ami egyáltalán megjelent Magyarországon. Na és akkor most jöjjenek a zavik, és itt volt egy zavi, ami kimaradt, azt hiszem ez ide megy, oké. Okay. Na, és akkor a Zavitól érkezett, hát egy, kettő, három, négy, öt, hat kiadvány. Az első közülük a Pikachu, a detektív. Ez ugye megjelent, azt hiszem Magyarországon is volt steelbookkal, ha nem, akkor a Csáktől vettem meg, de ez egy másik fajta dizájnú steelbook, és nekem ez is nagyon tetszik, szerintem ez sokkal jobb, mint az, amelyik korábban megjelent, és 12-3 euró volt. És jönnek most a Star Wars stílek, tudjátok, azok az exkluzív stílek, amiket a Zavi mostanában adogat ki, hát minden hónapban kiad, vagy elküld kettő részt, hát én ugye mindegyikből megveszem, mindegyik részt megveszem kétszer, biztos, ami biztos, úgyhogy ezekből is van majdnem mindegyikből kettő, mert az egyik a mai napig nem jött meg. Az első közülük az új remény, ez egy 4K UHD plusz BD plusz bónuszdiszket tartalmazó steelbook, természetesen magyar vonatkozás nélkül, hát is itt van belőle a második kópia, az egyik ki van bontva, a másik az nincs. Még, akkor utána jön a Birodalom visszavág, 4K UHD plusz BD plusz bónuszdiszk, szintén kettő van belőle, és azt kell tudni, azért bontottam ki egyébként mind a kettőt, mert full karcos itt a frontja, és a Zavi ígérte, hogy ebből küldeni fog majd mindenkinek egy csere steelbookot, tehát egyébként októberre ígérték, hát azokat még a mai napig nem sikerült kiküldeniük, úgyhogy nem tudom, hogy lesz-e belőlük valami, remélem, hogy igen. Na, és akkor itt az utolsó Star Wars steelbook, amit augusztusban kaptam, szintén Zavi, ez a Jedi visszatér 4K UHD plusz BD plusz bónusz BD tartalmazó steelbook, természetesen ez is magyar vonatkozás nélkül, szerencsére megérkezett, ebből is kettőt rendeltem, de a második a mai napig nem érkezett meg, úgyhogy az elveszett valahol útközben. Hát hosszas levelezés után aztán a Zavi visszatérítette az árát, de hát nem volt egyszerű, de hát a Zavinál mi az, semmi nem szokott egyszerű lenni. Na, és akkor most már jönnek a limitált kiadványok, hát kettőt ezek közül egy grubbájon belül, vagyis hát kettő különböző grubbájon belül vásároltam, az egyik egy HD-zéta, vagy HD-zéta, ez a Csempész, lentikuláris, vagy dupla lentikuláris, nem, csak sima lentikuláris full slip változata. Így néz ki a hátulja. A steelbook természetesen VVA-s, úgyhogy ugyanaz, ami Magyarországon is megjelent, és ha már itt a grubbájnál vagyunk, akkor itt van a másik grubbáj szerzemény. Ez a volt egyszer egy Hollywood Mantalab exkluzív one click-je. Így néz ki. Ezt is szeretném kibontani, aztán nem tudom, hogy mikor kerül rá sor, már mint hogy úgy kibontani, hogy föl is vegyem a kibontást. Meglátjuk. Minden esetre ennek nagyon örülök, ez nagyon szép. Igaz, eddig csak képeken láttam, de hát bármennyire is hülyén hangzik, nekem az is megfelel. Na, akkor ez volt egyszer egy Hollywood, és akkor itt vannak a Filmaréna szerzemények. Az első közülük ez a 135-ös fac. Ez a nulladik óra full slip XL kiadvány, természetesen magyar szinkronnal, és akkor itt van a cápa, amelyik a 134. fac, ez egy lentikuláris full slip XL,
4K lemezzel, de sajnos nem a csehekkel vagyunk egy lemezen, úgyhogy a 4K-n nincs magyar vonatkozás, a Blu-ray-en van. És akkor itt az utolsó, ami a Filmarénától jött még augusztusban, ez az Az második fejezetének hardboxja, ugye benne van a kettő Full Slip XL, és ahogy azt már mondtam korábban, ha megveszed mint a kettőt, akkor ajándékba ad a Film Arena egy hardboxot, hát én meg szoktam venni gondolkodás nélkül, mint a kettőt a teljes sorozat miatt. Jó, ezt már többet nem mondom. Úgyhogy ez volt az augusztus, és akkor most már csak szeptember és október vár ránk, és aztán vége lesz ennek a videónak, már nem is tudom, hogy hol tartok, már szerintem másfél óránál.